Na, sziasztok, akkor orosz franciázunk tovább a németeknél, a Bundesliga 2-ben folytassuk Baguette karrierjét. Ugyan Schalke, az most így 15 forduló után a harmadik helyen tanyázik, majdnem 10 ponttal verjük a Paderbornt, aki jelenleg a negyedik helyen van, de csak 2 ponttal vagyunk a Darmstadt mögött, akik viszont egy meccset többet játszottak. Úgyhogy ha azt győzelemnek számoljuk magunkhoz, hát azt mondjuk, hogy mi is 16 meccset játszottunk, és azt meg is nyertük, akkor másodikok vagyunk. És jelen pillanatban, tehát a mostani matek alapján, ugye 6 ponttal vagyunk a Hannover mögött. És ugye mi célnak az Inter Miamit tűztük ki, még egy kis kitérés, és akkor utána csapatjuk a top 5 bajnokság első osztályát. És ugye mivel nincsen kupa, ezért 3 hónapnak van így a highlights-a. Nézzük, hazai pálya. A izé ellen, a mit tudom én már, Osnabrück ellen, finkom is egyébként, hogy kik ezek. Többször láttam a nevüket, ugye egyébként nem tudom, de a Schalke jöhet. Seguin. Már megy is a passz Baguettehez, és ott van Kuzuki. Jó, jó a visszapassz, Roberts. Ketti, nagy jó, jó a megtartás. Temperman. Kuzuki is Temperman játék, az is jó. Mehet vissza, Peterson. Baguette vissza tudja tenni Kuzukihoz, Kuzuki pedig pont nem tudja elpöccinteni, nagyon nyomtak már minket. De Baguette mehet a szólóba. Gyanfi? Vagy Gyanfi? Vagy Gyanfi? Hát, hogy azt tudjuk, hogy milyen nemzetiségű. Ezt a helyzetet, ezt, igen, nem mond, ezt mondani akkor ezt helyzetet nagyon elszórakoztuk. Hát ez most meg is bosszulja magát. A Makridis a labda mögött. És persze, de egyszerűen annyira érzelhetik, hogy hova fogok ugrani, és direkt a másik oldalra lövi. Mert amikor balra ugrok, akkor mindig jobbra lövi. Ha jobbra ugrok, akkor mindig balra lövi. Baguette. Campbellman, Kuzuki. Baguette, Campbellman. Jóhó. Hát... nem mondanám, hogy ennyire durult az a becsúszás. A probléma az az, hogy szabadot nem nagyon tudok lőni. Ugye egy-két indok miatt, ugye egy, hogy egy nem tudok szabadot lőni. Kettő, ugye a lövése nem túl jó Baguettenek. Bele is veri a sorfalba, de nem baj, mert a védő elfeküdt. Úgyhogy azzal lehetett volna még úgy egy fejest csinálni, mint hogy a kapus elfeküdt. Nem baj. Az viszont baj, hogy nagyon sok helyzetet elszórakoztunk, tehát hogy simába vezetnünk kéne. Eddig elszórakoztuk a helyzeteinket. Hát ezt most nem szórakoztuk el, de így jött össze a gól. Hát jó, ez egy vereség. Hát az előző potlást helyre kéne hozni, úgyhogy megyünk idegenben. És hát most így előre azért elmondom ugye azt is, hogy hát ki nézz ugye a másik sorozatot és a Visegrádi 4-eset, az megint már egy csatfelhő, az hát igen, tehát hogy ott történt szituáció, hogy most is történt egy gyors szituációs passz és les. Hoppá, nem baj, Baguette mehet. Tehát ugye történt egy olyan szituáció, hogy... szerződés pontottak velünk, ugye. Hogy anno az A csapat az sikeresen feljutott az első osztályba. Még egy Baguette gól? Még egy Baguette gól. Mert az anno sikeresen feljutott az első osztályba. Viszont utána az A csapatot azt kukáztuk, és az annó B csapat lett az új A csapat. És a
annó C csapat, lát az új B csapat, ugye aki izékből álltak a gép által generált játékosokból. És egyébként hatalmasat ment a C csapat, tehát hogy ugye az első meccsen nem is tudom, amelyik csapatot épp, hogy megvertük a spanyol kettőből. Utána a Real Betiszt sikerült lejátszaniuk 4-2-re, azt hiszem hatalmas volt. És utána jött ugye a Sevilla, ahol végül azt hiszem 2-1-re kaptunk ki. És hogyha nem lettek volna fáradtak a játékosok, és a gép nem hozza a szokásos formáját, akkor szerintem megetett volna a Sevilla is. Viszont, ami annó volt B csapat, az nem bírta a spanyol liga terhelését, és ugye folyamatosan kaptak ki, és így velünk szerződést bontottak, és igen, végül ki is estek a spanyol első osztályból. Úgyhogy így ugye az véget is ért a Visegrádi 4-es karrierünk. És hát kellett akkor a helyére egy új sorozat, amin gondolkoztam, hogy legyen ugyanilyen valamilyen menedzser sorozat, vagy legyen valami más, és úgy tudtam, hogy legyen valami más. Ez pedig nem más, mint az ABC Draft. Ugye ezt most szerdán, már ugye nem a Visegrádi 4-es sorozatot fogjátok látni, hanem az ABC Draft. Abban igazából két rész fog kijönni. A rendes első rész, illetve egy rövid magyarázó videó, kb. Fél órás különbséggel. Ugye a magyarázóban nagyjából el lesz mondva, hogy végül is mi ez a ABC Draft, utána pedig rendesen jön az első rész, és akkor onnantól kezdve minden héten szerdán már az ABC Draft következő része lesz, ameddig kitart. És akkor most nézzük újra Baguette menetelését, akkor ugye az előző meccset megnyertük 2-0-ra, most pedig németékele jön a visszavágó. Német első helyzetét még védte Müller kapásból, a másodikat 1-1-be hozhatta, és ezt már be is vágta. Legutóbb aztán megvertük őket. Ezt kéne hozni most is. Nem fogom soha megérteni, hogy ilyen komi alapján passzus hova geci. Vagy semmi következetesség nincs abban, hogy én hova nyomok, és hova passzol. Kicsit hosszan toljuk meg, de nem baj, is kaphatja Roberts. Roberts mehet szélen. Roberts be is tudja tenni. Baguette veszi. Hát azt nem tudom mondani, hogy magyar gólra magyar gól, mert ugye Baguette francia-orosz. De nem baj. A lényeg az, hogy gólra gól. Pedig szépen vették a mellkassa. Jó, ők is jöhetnek egy szabaddal. Attik adhatja be, vagy akár teheti kapura is végül is. Meg lehet lepni a kapust egy rövid elsőbe küldött labdával, de nem azt próbálják meg, hanem inkább a beadást. Ez végül egy döntetlen lett. Na hát akkor újabb mérkőzés következik. Egészen sok idő telt el egyébként ez a mérkőzés az előző mérkőzés között. Jó, itt nektek a videóban ugye csak másodpercek. De úgy egyébként, ja, sokáig. Négy napra gyűjt ez a két mérkőzés. Úgyhogy az előző meccs is a hónap közepe táján volt. Azt mondja, hogy jöhetnek a vendégek, Ihorst kapja a labdát, nem tudjuk utolérni, és így be is tudja vágni. Mi eléggé szar helyzetbe jöhetünk. Tampelman kapja, tehát konkrétan a teljes játékos bázis hátul van. Kozuki, és nem tudjuk Kozukival visszahúzni. Nem majd kapunk egy újabb lehetőséget, 43. perc kezdetében. Schellenberg. Kozuki. Appa ez ott a Ivanovnak azért fölkínáljuk a nyeles mikrofont. Egy jó beadás kellene, egyébként nem volt rossz, csak közel ment a kapushoz. Sané kap labdát a szélen, és ezzel jöhetnek újra a vendégek. Sané veszi le. Uháj. Ujjá. Müller kezébe. Engedi a kontrát a játék. Mor. Daugin. Baguette.
ott a jó meglátás mind a két játékos részéről. És Seo-Gin, ez az életben nem találja el azt a kurva kaput sehonnan. Ez ki a faszom? Beadásra ösztönözzük őket. Kicsit, mint a több helyzetet kapnának a vendégek, ugye egyébként. Mars. Pedig a tabellát nézve két csapat van előttünk, a Schalke, a Hannover, meg a Darmstadt, még mindig. Rossz gombot nyomtam. Baj, így is jó, így is ki tudjuk onnan harcolni. Jaj, de jó volt az a megjárta, jaj, de szép volt. Oda-vissza érezték egymást. Kuzuki. Kuzuki előtt is a lehetőség, ez most nagyon szorzó az indítás. Úristen, de fos. Na nézzük, mehetünk a fürtelen is visszavágóba. Visszakerült Gomez a kezdőbe. Hát olyan, azért cserélődnek össze is így a játékosok. Bár azt nem értem, mondjuk így a Ramcsukot nem tudják máshol játszatni, csak szén pozíciómon. Akkor még nem csinálnak két támadós felállást, akkor úgyis két magasabban kvalifikált támadójuk van. De mindegy, a Fürt ellen jött a visszavágó, nem is tudom, hogy mellett utóbb mit játszottunk velük, talán döntetlent. Szökrette jött a hazai csapat. Jön is befelé a labda, és megy is kifelé. Csak hát náluk marad ettől függetlenül. Nem engedjük se fordulni, se lőni. Az már úgy jó. Meg tudtuk annyira zavarni, hogy ne találjon kaput. Húzzuk ki. Jó volt Kuzukinek az elmenése. Csak Paget, mint valami igazi csatár, kibaszott túlszorul helyezkedik, bár mondjuk ugye a támadó pozíciója az még mindig nullás. Schellenberg. Kuzuki. Paget. Nem így gondoltam. Annyira megzavarja a teljes támadást azt, amikor így totál máshol a passz, amit ott akarod, ugye gyors passzokkal mennél előre, tehát ugye, hogy most is azt akartam, hogy oda passzolja a szem Bagettet, és akkor Bagettel passzolok tovább, és akkor már nyomtam ugye egyből a passz, hogy amit Bagett megkapja, passzolja tovább. Mivel ezt a lépést kihagyta, tehát ugye nem Bagettet passzolt egyből, így ugye az a másik játékos, aki megkapta, ő kapta meg egyből a lehetőséget akkor arra, hogy passzoljon. Még ugye nyilván nem tudott oda menni, ahol én az eredetileg szántam volna. És ez így az egészet megborította. Abiyama kapja a labdát. A szélen egészen jól, bár kicsit lesodródva. Az ott még szabadrugás. Tehát az olyan szinten a vonalok. Ezt akárhonnan nézzük, az a vonalon volt. Tudtam, hogy a szabadtalanságnak a helyét nézzük, nem az, hogy hova ugrott be a játékos. Most azért utána bevetődött a pilleterületen belülre. De ugye már csak azért is volt vasság ez, hogy büntetően, de majd egyszer nem kapott sárga lapot a játékosom.
Most, ha nem szándékos kezezéseink kívül, hány olyan szituációt tudtok, amikor büntetett ítél a játékvezető, és nincs érte minimum sárga lap? Na ugye. Na nézzük a Hamburg elleni mérkőzést. Tartsuk még a harmadik pozíciónkat, viszont nagyon fogy az előnyünk. Jelen pillanatban 4 pont az előnyünk, egyébként pont a Hamburggal szemben. Úgyhogy, igen, még ez az osztályozó hely is veszélyben van. Na, és sem. Bénes katja a büntetőt. Egészen jó a büntető rugása, nem tudom, 68-as, de... Mi jártunk? Ennyi volt az első fél idő, kaptak egy büntetőt, kész, ennyi. Ezt mind engedte a játék. Azt meg háromszor nyomtam az Y-t, geci. Háromszor, hogy indítson. Hányszor indított? Egyszer se. Pedig akkora részben volt ott középen, azon tudja már kicsoda. Hogy hihetetlen. És nem megy el a lábak között a labda. És ez most miért vette el tőlem? Tehát, hogy kipattan az enyém lett volna. Ezzel a highlights-el is kezdhetnének valamit, hogy normálisan működjön. És még egy büntet? Igen, tehát igen, nyilván. És utána végig is lesz a meccsnek. Mondtam. Annyira lehet már ismerni a játékot. Meccsnap újra, Hannover, aki ugye előttünk van első helyen. És hát a Hekkerrend most már a kapus. Tehát a hátsó lazatunk se lesz annyira jó. És már nem is vagyunk a harmadik helyen. Már át is vette vezetést a Hamburg, aki most így 2 ponttal van előttünk. Egy meccsen többet játszva. Már 4 ponttal volt mögöttünk. Jó, igen. Jó, igen. Megvan. Tehát egy meccsen többet játszva, most 2 ponttal előttünk van. Úgyhogy már lecsúsztunk az osztályozó helyről jelen pillanatban. És még ugye ezen a csenki van 2, és vége ennek a videónak, és akkor még lesz egy videó, ami ugye 3 hónapot ad el föl. Nagyjából ugyanennyi meccsel, és vége. Tehát az elején minden esélyünk meg volt az osztályozóra, most már kérdéses, hogy meg lesz az osztályozó. Schellenberg kosszatja a labdát. Most lépjük át a középpályát, és persze, hogy 2 játékos állott is annak passzol, akin a rajta vannak, nem azon, aki üres. Schau. Wow. Christensen. Nielsen, és véd a kapus. Schellenberg. Az mekkora emelés volt, igen, tehát, hogy azt még élettem volna szabálytalan. És a büntető. Nem tudom, hogy a játék mi alapján találja ki ezeket a helyzet
helyzeteket is, meg a büntetőket is. Tehát most nincs az, hogy a valóságot veszik. Hát a valóság egy fordulóban összesen nincs annyi büntető, mint amennyit itt általánosában kapok egy meccsen. Előzőben is két büntető volt, most is itt egy büntető, azt hiszem azelőtt is volt büntető, a videóban is már megint van vagy öt büntető. Oké, jött a következő mérkőzés. Mégként mindegyik videónak arról szólna, hogy eszem fölkúr ez a játék. Miért nem tud úgy működni, mint egy kibaszott, rendes játék, mint ahogy működtek régen a fifák. Régen egy élvezetes játék volt. Most már hivatalosan is rage game-ként van számon tartva. Baszd meg, ennek nem rage game-nek kéne lennie. Mindegy, hazai pályán próbáltunk valamit alkotni. Ezt a meccset sem nyerjük meg, akkor én hivatalosan is elengedtem a feljutási reményeket. Melon. Keidel. Raus. Kajó viszi be. Az egy nagyon szépen időzített becsúszás volt. Persze, hogy a legtávolabbi játékosnak kell indulni a labdáért, tehát nem, hatanának ott mellett a labda mellett, de nem. Annak kell mennie érte, aki a túlsó pályán játszik, bazd meg az ifik pályáján 12 kilométerrel arrébb. És Müller ezt ki tudja védeni, aztán nem féltve magát. Ugrik fel a labdáért. 35. perc, végre mi is labdához érünk, és nem csak védekezésbe. Én azért próbálkozok ezzel a beadásokkal, de tényleg el kéne engednem őket, mert egyszerűen nem lehet a sáke játékosokkal beadást csinálni. Az ezt távolról megküldte Böfnek. Baguett. Szélről jövünk, Templeman. Középen a rész, a Paket le tud fordulni, de olyan messze pattogott el, mintha nem fullon lenne az izéje. A pszichikája. És ennyit, az 55. perc után egyébként nem történt semmi helyzet. Érted, addig 3 percenként, utána semmi. És akkor videó záró mérkőzés a Sandhausen ellen. Úgyhogy amikor velük utoljára találkoztunk, akkor a ligába elvertük őket, elég durván. Aztán a kupában meg elég durván kiejtettek minket. Most nézzük, most mi lesz. Sandhausen jön egy felévelése, és nézzétek, hogy a valóságban mikor adódna ilyen helyzet, hogy ennyire üresen tud állni ott a játékos. De akkor, jó, mindegy, Templeman kapja a labdát. Szerintem 3 másodpercenként védegesít ez a játék. Baguett át tudja ott magát hámozni, a lövésen lepattan. És most nézzétek az én felévelésemet. Konkrétan a középpálya vonalával vagyok egy síkba. És volt 3 védő még ott. Tehát hogy azért nála meg mi volt, 12 méteres közben nem volt játékos. Az Baguettnek jó volt az a kis
megindulása, Kuzuki. Vissza, micsoda forgolódás Pakettől. Most 11 méterre nem találja el a kaput, előtte meg 23-tól bepaszta, mint ló a lónak. Nagy képűben nem tudtam volna tovább tenni, pedig én csak egy sima paszt nyomtam. De semmi tükrözést, sima paszt. Na, Bagett? És figyeljetek meg, hogy még lesz két helyzet a Sandhausennek, abban egy-egy gólra vártanak, és vége a meccsnek. Váltást végül nem engedtük, ott szerencsére Otto fejesét megfogta Müller, de elmondtam, hogy még 2000-re lesz a Sandhausennek, ugye volt az, hogy még egy... Egyszerűen már ki lehet számítani a játékot. Tehát az, hogy nem engedt, hogy a kaput eltaláljuk. Jó. Hát a harmadik helyről egészen csúszunk az ötödik helyig. Egy ponttal van előttünk a Düsseldorf, jelenleg ők vannak a harmadik helyen. És a Darmstadt Hannover továbbiakban is az első kettő helyen osztozik, és versenyez egymással, bár most nagyon a Hannover elhúzott. De akkor találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Valaki azt mondta, nem áll jól a szemem színe. Valaki azt írta, nem is vagyok való ide. Valaki megszólta, miért ilyen a ruhám színe. Valaki mindent.